hopp, hopp. Okés. Hopp. Milyen kis extra, kis apró lootot lehet ezekből amúgy kiszedni. Ha összeérnek a közepük erősebben világít. Ah, köszi Asdelár, nem is figyeltem ezt annyira. Ó, ott valakik lógnak a buliból. Ti is halljátok? Look what they've done to this place. 19. Hű. Azt nem tudom megdobni azt a cuccost. És ha meglőjük... Sigil arrows won't work on this. Jó, és... Erre. Meg erre. Add a lootot. Mind a három, ez volt a harmadik. Meg megvan a gömb is, oké, ezt teljesítettük teljes mértékben ezt a feladatot. Sigil arrows won't work on this. Dehogy nem. Mókadik. Asszony. Oké, és akkor menjünk erre tovább. Mérges virág. Másik oldalon is hallom a mérges virágot. Jó. Nagyon jó. Lejövök. Jó, és akkor itt fogunk tudni most fölmászni. Azt mondja, a láda töréseknél mindig visítok, mert beugrik két trűsz jelenete. Azt, hogy ezt belerakták, az annyira nagyon-nagyon-nagyon jó húzás volt. Annyira zseni az a jelenet. Mindenki azt várta, hogy na most vajon a srác is úgy fogja kinyitni. Ládákat? Apja, fia? Hát megpróbálta, de nem. Anything illuminating? Azt mondja, hogy a Szedr áldozat, ugye ez az, amiről szó volt, hogy ezt a cuccot csinálta. Attól félek, az önfeláldozás csökkenőben van másoknál, ha ki akarjuk űzni az ázokat Venaheimből, akkor haladéktalanul meg kell tennünk pár dolgot. Bocsánat, áldozatokat kell bemutatnunk, és ha én vagyok az egyetlen, akinek ehhez van elég bátorsága, ám legyen. Míg élek, kiáltok, halálomban dalolok. Hiszek a vérben, én vagyok e földek bosszúja. Tehát véráldozat önfeláldozással próbálták megoldani a helyzetet. Jó, majd lemegyünk ott, ezt megnézzük. Over there. Those are the lost Sather spirits. Friends of Gunhild. They don't look very friendly anymore, do they? Let us put them to rest. Majd lemegyünk, az most volt. És akkor most nyugovóra tesszük a fiúkat. Hello! Ez a kettő? Go!
fönt valami. További jó játékot, kellemes streamet, szia Metril, köszi szépen, hogy voltál, és szép estét! Alga! Na. You all right, brother? Tök jól vagyok, ja. Muszáj mozognom, mert igen, ezt akartam mondani, hogy ő lőni fog az adag. Próbálom meglátni, hogy hol kéne. Ja, hogy ott. Így. Oké. Okay. Ó, ott mögötte. The family crest of Kvasir the Wise. Ah, egy újabb címer. More like Kvasir the Inebriated, in truth. Kvasir címere. A legendás részeg? A történetekben elmondhatatlanul bölcsként hivatkoznak rá, azt mondják, ő a költészet feltalálója. Mikor meghalt, barátai mézzel keverték össze a vérét, hogy létrehozzák a költészet sörét, amely mindenkit telít a lírai bölcsességek hatalmával, aki iszik belőle. Természetesen baromság az egész, Kvasir egy dologban volt jó, az ital lehúzásában. Még véletlenül sem akarom leszólni őt, de sokunk csak reménykedhet benne, hogy bármiben annyira jó lehet, mint Kvasir az ivásban. Bár költészete gyakran fordult trágárság egyre fantázia dúsabb formái felé, a véréből ivók megihletődtek, mivel az iszákos bolond minden testnedve nagyjából 50%-ban alkoholból állt, mire végül elhújt. Mi az Isten? Viszont nagyon vicces fazon volt, mestere volt a sikamlos kétértelműségnek. Én konkrétan, hát alkoholban, hát... alkoholjában némileg vér is volt, ugye, vagy ahogy mondják ezt jól. Hát I would have thought them smarter than to meddle with Sather magic. They were desperate. Good riddance. You blame yourself. And? It will not lessen your pain. Let's return to Gunhild. Unless you'd like to condescend more. I do not. Oh, most vagyunk ott a... Aha. Várjatok. Just gorgeous. Valóban. Görög volt a falóban. Oké, okay, madár. Madár kapta. Oké, okay, egy újabb nyírás. Fegyverbe hívás. A Vanaheimi lebzselő vánoknak. A nővérem elhagyott minket Odin börtönné tenni a birodalmunkat, feleje pedig megszökött a kulcsal. Innen csak egy út vezet előre, az pedig nem lesz kellemes. Fegyvert fogunk, megmutatjuk az ázoknak, kié a birodalom. Megvívjuk a háborút. A tesó. Zsír. I wish things had gone differently.
But these Saber are at rest now. Akartam nyomni amúgy. Ugye most visszatrekkingeltünk. Viszont mielőtt elfelejtjük. Itt van egy láda is. Várjál. Most már innen nem tudok. Aha. Jó. Na várjál. Mi van akkor? Ha azt mondjuk. Ne, hogy ezt nem. De. Á, nem ért el odáig. Mert ugye ez alatt van, a kő alatt van pont a. Ami fel, aminek fel kéne robbannia. Valahogy így kéne megoldani, gondolom én. Így is van. Múkodott a elképzelés. Helheim ködje. Ez nehéz. Cucc. Vagy erős rúna támadás. Igen. Igen. Nagyon jó. Erre nyomunk még egyet. Bár nem olyan nagyon erős, inkább fogyasztásra jó. De ez királyság. Oké, megvan az első erős rúna támadásunk is. Srácok. What? Earlier. If Atreus hadn't been there. Perhaps. We could go again. Find out for certain. I would rather not. I'll bet you wouldn't. Jó. Több szempont, meg több dolog miatt is vissza kell mennünk. Egyrészt a fegyver, pajzs. A pajzs dolognak a harmadik része, illetve... I know that face. You got something for me, don't ya? Illetve megszereztük ugye a cuccot. Business time. Business time. Yeah. Oh, well, thank you so much. Elsa's been itching to get her ball back all dang winter. It's her favorite toy. What? Good thing you are so cautious, brother. Quiet. He's right, Mimir. Show respect. The squeaky toy could have been the death of us all. And it nearly was. Do not laugh. It's hard not to, brother. Try. Okay. Okay. De még a játék is azt mondja, do not laugh. I try. Na jó, na, nem. Akkor a trollok ezek, hogy szietetlen. Let's do it. Hülye szemetek. Misztikus gömb, a tökön partja a misztikus gömb, te. That'll keep your bits in all the right places. Zseniális volt. Jó, ez tetszett. Ez tetszett. Na, hát új páncélunk van. Gyönyörű szép pirosba öltöztem, oda nézzetek. Nagyon jó. Ó, meg egy K betű. Állj. Mielőtt erre tovább megyek, merre megyek most? Ha itt teszünk egy kört, akkor... És a izéket, azt megcsináltuk már? Megöltük mindegyiket, ugye? There's something I've always wanted to ask.
What was it Hrimthor whispered to you? Who? Hrimthor, the son of Thormur, the stonemason, who disguised himself and built Asgard's wall. Oh, yes. You know that? One of the many occasions Odin saw fit to involve me in a wager without my consent. I wish I could say that was the worst of his husbandly habits. What wager? I've told this story, brother. And now she may tell her own. There isn't that much to tell. I knew nothing of it at first, surely because Odin didn't expect to lose the bet. A mysterious mason had to build the entire wall in 3 turns of the season. It was two! And if he was late, he'd be owed nothing. But if he succeeded, he was promised an audience with the queen. Or so I learned one day when Odin burst into our bedchambers, raging and half-drunk before noon, telling me to get dressed and go see what the mason wants. So, off I went, not knowing what had truly been promised or expected. Dagger stashed in my robe for emergency. And this mason, this giant in disguise... His name... Emlékeztek? Ez a sztori, amit éppen mesél, ez benne volt például az AC Valhallában is, ugye? Hogy fogadtunk valami csávóval, hogy építsen, ugye az is szintén ugye a kőművessel, és csak egy kívánsága volt, hogy Freját szeretné magának. És ugye ott nem teljesen az volt, mint itt, hogy audienciát szeretne a királynőtől, hanem a királynőt magát szerette volna a jutalomért. Jutalmául. És ugye Freja kiakadt, hogy Odin belementek, hogy mi belementünk amúgy az egyességbe, és ugye kiderült, hogy amúgy ez egy álcázott óriás volt. Nagyon hasonló, ugye nyilván ezek a mitológiának a részei, a történeteknek a részei, csak ugye másképp fogalmazzák meg másképp adják elő, vagy hogy mondjam. Hrimthor! He just smiled to see me, and as you said, he whispered in my ear. He said the Aesir had killed his father, and he needed to know that one day they'd burn for it. I pointed out I was Aesir now too, technically. He gave me a look, as if he somehow knew better, and continued. He said he'd built in a structural flaw behind the Asgard Realm Tower. I knew it! How do we make use of it? We don't. He said Surtur would know what to do. And if Surtur's approaching Asgard's wall... Then it is already Ragnarok. Aye, blast it. I hoped it might have given us another way. Igen, jaj, tényleg, és ott abba a sztoriba ugye pont az volt, hogy igazából az nem Freja volt, hanem Loki változott át, és mentette meg, vagy a izé, igen, ott Hirx is írja, hogy ott egy picit más volt a izé. Jó, közben azért jöttünk amúgy erre a partra, mert elvileg meg vagyunk a... Is it done? Emberek. It is done. Your friends are at peace. Felszabadításával, vagy így mondjam. I'm sorry. Had I been here, I would have prevented this. Do you think us lost babes, incapable of making our own choices? No, but... We made a mistake. But it was ours to make. Not yours to prevent. Even if you had been here. I... Yes, you're right. Goodbye, Gunhild. Goodbye, my goddess. A holtak lelki ismerete kész. Thank you for taking the time to help my people. I helped no one. They were already dead. Oh, but you did. You put their spirits at ease, and that has eased my spirit as well. I feel lifted. Enjoy it. It will not last. You're right. There are most certainly other corrupted sisters out in the realms. You always know how to end on a cheery note, brother. Ez jó volt. Okay. Azt akartam megnézni, ugye a vízeséshez tartunk, de előtte még ebbe az irányba elnézni, mert erre felé még nem jártunk. Hogy erre mi van? És ha a térképet jól láttam, meg jól figyeltem, mindeközben amúgy az amuletnél ugye kaptunk újat, de ez most whatsoever. Szóval a térképet, ha figyeltem, akkor ugye itt most egy... Ja, hogy itt vagyunk. Ó, hogy ez erre visszafelé visz. Az nem jó. Téves. Something your brother said. The Aesir burned him. Yes. Megégették, we weren't yet at war, but relations with the Vanir and Aesir had been hostile for ages.
Freyr got it into his head that he could improve relations by sharing our magic with them. Oh. Vanir techniques for bountiful harvests, enough to feed their whole population. Getting set on fire was the thanks he got. That's true. The Aesir were too undisciplined and impatient for the subtlety of Vanir spellcraft. So when things went wrong, they blamed their teacher. So Freyr was a guest when Odin burned him? Not exactly. Odin didn't mind locking Freyr up. He saw the potential of the magic and wanted to know more than how to improve crop yields. It was a mob of lesser Aesir, bitter and short-sighted, who tied him up and lit him aflame as punishment for the sabotage they imagined him guilty of. Obviously, he survived. Hmm. In fact, he used the opportunity to escape. But such an affront made war inevitable. Let this wait. Stay alert. Szóval ott hagytam egy ládát, azért visszamegyek, bocsánat. Valamelyik oldalon itt le lehet menni, méghozzá valószínűleg itt. Yes. Ez kimaradt. Oké, és akkor mehetünk a vízeséshoz. I think we make a good team. With my brains, Kratos's brawn, and my lady's, wisdom? Magic? Ability to tolerate you for long periods of time? I was going to say brutality. That works. A képesség, hogy toleráljalak téged. More Sather markings. We're definitely getting closer. Jó. Tehát, milyen getting closer, ezt már megcsináltuk. Szia, Vatkender, nagyon szép estét neked is. Hello, hello. A vízesés. Ide jövünk. És bunyó vár minket. Sikerrel jártunk. Amúgy majdnem fagyos lett, tehát hogy eléggé megszivatott a vérfarkas, hogy így mondjam. Szóval itt amúgy több mindent kéne szerintem megtalálnunk. Valahol szerintem itt lennie kéne egy kincsnek is, egy kincsnek elásva. Fönt van egy ládikónk. Valahol, mint hogyha lenne ilyen Odin madár is, de lehet, hogy csak az csilingel és azt hallom, nem tudom. Nézzük meg! Jó? Azt mondja, hogy kincses térkép. Igen, a szivárvány alatt, aha. Hát
ez konkrétan valahol itt kéne lennie. Ott mászni lehet, az nem az. Vagy lehet, hogy egy másik vízesés akar lenni. Jó, hát nem biztos, hogy jó helyen vagyunk. Ez mi volt ez a hang? Mi volt ez a hang az előbb? Szivárvány, már elhagytad? De a vízesés a lényeg szerintem inkább. Tehát a képet kell nyilván ugye megtalálnunk. Egy ilyen helyre biztosan emlékezni fogok, nem igaz? Ki tudna elfelejteni két vízesést, vagy hármat? Rendben, talán öt is volt, de szerintem három. Na, rengeteg víz volt, jó? Egy helyre torkollott az összes. Felismerem, ha meglátom, valószínűleg. Aha, tehát három vízesés torkolik egy helyre. Egy, kettő, három. Tehát akkor ide. Negatív. Nem jött be. Nem, ez nem ez lesz. Szerintem még valahol, valami nem. Na mindegy, majd még visszatérünk erre. Szóval nem a szivárvány lesz a lényeg, hanem amit írt. Do you know why I left that night, Mimir? Only a hunch. He showed me who he really was. Odin asked me to cast a protection spell on him. The one I used on my son. But the way it drove our boy mad, I refused. He was furious, throwing every object he could find, destroyed the room. There was only coldness after that. I tried to make it work, but... No one could have lived like that, Your Majesty. Köszi, köszi. Ha, szóval Odin megkérte, hogy egy olyan varázslatot, védelmi bűbájt vessen ki rá, amit Baldurra is használt. Na megvan a ládikó. Ójjaj, tudtam én. Azt hittem, hogy az pont belerepül. Hát ez veszett a fejszennyele volt, ugye? Fú, ez nem lesz egyszerű. Ez nem lesz egyszerű. Lehet, hogy amikor jön erre lefelé. Aha, hát valahol itt talán. Fú, de közel volt. De közel volt. Legalábbis azt hiszem. Azért nem tudok fel, de... Megvan, megvan! Ha, te szemét! Megvagy! Jó. Zsi-zsi. Itt is lehet fölfelé menni. Egyre jobban megy. Hát azért az erős túlzás. Néha szerencsém van. Ott a kincs. Ez az. Ez a kincses térképes. Törött rúna, kőfa. Ez is megvan. Meg 50 XP. Ójjaj. Ott van egyszer egy olyan, amit látok. Ott a láda. Láda. Jajjaj, itt a másik. Nem
Nem lesz jó, hogy nem érek el odáig. Kratos, I see something. Na, én is. Azt ott. Oké, ez megvan, sikerült. Na mit látsz, asszony? Látom. Jó, mindjárt oda is koncentrálok. Sikerült, és akkor már csak a harmadik kell, ami ott fönt volt, ugye? Mennyi minden van, mi? Azt a föntit hogy fogjuk vajon megoldani? Mindjárt. Mindjárt ezen filozofálnunk egyet. Vagy filozofálunk egyet. Ja, ez az, ahol fölmásztam ide. Tehát innen kezdtük a bulit. Ó, és itt van egy ilyen barlang. Jajjaj! Kicsit sietve mentem be. Abban baj is lehet. Összesavasztak volna. What's it say, brother? Oké, itt pedig. Bármit meg tudok csinálni, az volt a címe a kódexbe. Ismeret. Nem tekercsek rúna olvaslatok? Nem? Ott van. Senki nem mondta, hogy az utazás könnyű lesz, de egyre azt kérdem magamtól, meddig mennék el, hogy befejezzem a zarándoklatot. Felfelé vezető úton megcsúszott a lábam, amit megbotlottam, a szívem összeszorult a mellkasomba, és azt éreztem, talán eltűnök ezen a kiálló sziklaperemen. Szerencsére megkapaszkodtam, de térdem csúnyán lehorzsoltam, szerintem a kezem is felhólyakosodott a durva sziklák miatt. A hátam is panaszkodik már az elmúlt pár napban hordozott csomag miatt. Miközben gondolkoztam rajta, az én fejem is elkezdett fájni. Az ilyen. Úgy értem, ha én véghez tudom vinni ezt az utazást, bárki meg tudja csinálni. Aha. Jó, vissza föl. Festével, ha fel tudok menni. De nem tudok felmenni. Akkor újra körbe kell mennünk. Bronzszint teljesítve. Csepp a vödörbe. 31/40. Alakul. Közben Dominik, nagyon-nagyon szépen köszönöm a követést. Üdv itt. Nagyon szép estét. Hello, hello. Jó, tehát van fönt még egy ilyen fákja, vagy hogy mondjam, amit be kell gyújtanunk, mielőtt tovább mennénk. No, azt mondja, hogy talán... Na, még egyet. Ja, ne, hogy ezt nem éred el, de eléred. Nincs elég átfedésben, jó? Sigil arrows won't work on this. A manóba, ott jó.
Ne. Azt hittem, hogy jó lesz. Pedig írtátok is, hogy még valami pluszba világít, de most már kíváncsi vagyok. Ja, hogy így ez a villogó ikon mutatja, hogy jó. Nehéz szűrés volt, de ezt is fejlem. Ezek nem mennek olyan egyszerűen. De sikerül. Az a lényeg, és megvan egy újabb alma. 4 darab fog kelleni, hogy a HP növekedés meglegyen. Jó. Következő a feladat. Itt lássuk, hogy mi történik. Wow. I never thought I'd come back here. Huh. Wow. Ott vannak gonoszok, Freya. Reavers, of course. Ezeket lefagyasztom, mielőtt belemennék. Úristen, van egy életfaló is. Hé, annak nem kellett volna. It's explosive! Be careful! Beaver, left flank! Behind you! Look out! A hossad! Nem van munkádat. Kias, izéből semmi. Meg vagy, baby. It's abandoned, vandalized. Hopefully the objects I'm looking for are still here.
Oké, okay, hát reméljük, Freya, reméljük, hogy amiért jöttünk, az még itt van. Oké, okay, itt szétnézünk gyorsan. Jó, sikerült, hashtag elsőre. És akkor itt is szétnézek, itt ilyen olvasnivaló van. Look, over there. Na jó, van mindjárt. Ajaj. Jön a cucc. A lakoma. Az asztal tele áz és vámfinomságok sokasága szimbolizálja az emberek közti egységet. A fiatal csirkék sós, ropogós bőre mellett tálalt lédús gyümölcsök hozzák meg az étvágyat. Sült és mézbe mártott tökök és Eldgrea láva medencéibe sütött kenyerek lesznek második fogásként feltállalva. Shahrimnir ajánlata foglalta el a kínálat közepét, bár számos ván vissza fogja utasítani a részvételét. Az apróságok számára apró húsgolyókat halmoztak magasra, biztosan nem marad egyikük sem éhes ma este. Oké. Okay. Végül, de nem utolsó sorban számos mély sör hordót gurítottak elő, hogy oltsák a vendégek szomját, amely az efféle lakomákba keletkezik. Ma éjjel úgy vacsorázunk, mintha Ragnarök holnap reggel eljönne értünk. Szerintetek a lélekfalok most mennem egyedül vannak? Vagy már mint hogy szemetek? Ja, hogy szemetek, nem szerintetek? Hát egy kicsit huncut volt, igen. Óriási lábújjai. Kincses térkép. Nagyon jó. Itt találom én itt a cuccokat. Azt mondja, hogy... De hát ez a... előző terület, ahol voltunk. A jötnár orjások talán már eltűntek. Birodalmak bold, de az orjások még mindig vánok fölé tornyosulnak. A kincsem talán jelentéktelennek tűnhet dús, széles ágaihoz képest, de én inkább úgy tekintek rá, mint a növekedés lehetőségére. Ha, ez az, ahol a hidat leengedtük konkrétan. A kép szerintem legalábbis. Freya. Madár. Lánc. Igen. Ott. A madár kapta. Erre még nem néztem el. Itt van egy nagy ajtó, ami nem vezet sehova. Jó, na azt mondja, hogy ott van valami cucli-mucli. Ezt majdnem elfelejtettük. Oké. Okay. Itt bíz, nem jutunk el. És honnan lehetne a másikat onnan szemből? Aha. Meg kell gyújt. Jújjújj! Lehet, hogy föl kéne mennünk valahova. Vagy legalábbis a gumó részét meg kéne ennek a hülye virágnak keresni. És nem ér el odáig. Semmi gond nincs, ez tervezett volt, hogy így legyen. So much about that day I wish I could change. If only I could see the signs.
Tehát mindenhol ilyen mocskos... De őtet miért nem bántják? Miért mindig én vagyok az? Azért, mert én vagyok a izé... szakállas? Vétó. Az egész egy nagy vétó, nézd meg. Folyamatosan bántalmaznak. Freya, védj meg! Hol a mocskos gumója ennek? Na, nagyon jó. Nem ezt a gombot akartam. Ja Istenem, ja Istenem. Ez folytonos balhé. Hol a gumó? Hol a gumó? Add ide. Rohadjál meg. Csóri madár. Jó, hát rossz helyem volt. Anything interesting, brother? Nem tudjuk mi. Az Auburn korona. Vánhagyományt kötnek Freyának hajába a ceremónia végső simításai során. Blodberg, tök mindegy, virágok díszítik fürtjeit, és Lupin olaj teszi még fényesebbé. A fejdísze körüli pálmalevelek lehelnek életet a fémbe. Csillog, mint az esőcseppek a nyári reggelen. Nos. Igen, ott van egy láda. Jól látod, Freya. Meg ott van egy ilyen cucc is, amit meg kéne dobni. De valószínűleg nem innen fog ez megtörténni, úgyhogy menjünk tovább. Vigyázat, támadni akarnak. Jó. Mi ez? Egy újabb ilyen szimbólum. Család címer, aha. One of the first families ripped apart by the war. Egy nagy probléma van azzal, ha az ember egy olyan békés fejlett társadalomban él, amelyek évszázadok óta fenntartja saját magát, mikor háborúra kerül sor, jó esély van rá, hogy ötletesem lesz, mit kéne csinálnia. Néhány ván család szembe akart szállni Odinnal. Mások úgy gondolták, a nemesebb ényhez fognak szólni. A Hilli család megtalálta az arany középutat. Egyik felük fegyvert fogott, a másik elutasította a vérontást Vanaheim szűz földjén. A békéltetők és a harcosok szétszaladtak, ez a szakadás idővel eltűnhetett volna, de sajnos sosem lett így. Az ázok pár héttel a háború kezdete után megölték mindannyiukat. Gyorsan, válogatás nélkül, akár pennával, akár karddal a kezükbe haltak meg, ugyanaz lett a sorsuk. Mindenkit lemészároltak. Mi bajuk volt az ázoknak amúgy összességében a várokkal? Tehát ugye, én ezt mondjuk nem tudom. Vagy ez kiderült? Várom, ezt kéne tudnom? Ez ilyen alapműveltség része kellene, hogy legyen már? A játék megosztotta már velünk az infót? Fejpántod? Ajjaj! We must remove these creatures first! Na, szemét! Rohadt undorító! Ez az előző részben is a legundorítóbb enemi voltál. De hülye! Na, a rohadt néni, kérem! Azaz. A végre.
look at this. Mit nézek, Freya? Mit? Mi van? Aha. Próbáltam volna valamit csinálni, csak Freya már éppen ott nagyba. It belong to you. A symbol of commitment. After the ceremony, he had a new one made every week, each more beautiful than the last. He stopped when I refused to teach him the old magic. You know, my people used to send me gifts too, so I wouldn't forget home. But after the birth of my son, they stopped too. Oh wow, nagyon menőben vagy, Freya. Szóval... Mielőtt tovább mennénk. Vannak dolgok, amiket meg kéne csinálni, ez nem az volt, amit szeretnék, hanem ez. Volt egy másik, igen, ott van. Azt mondta az égetős sztori alatt, hogy mindig is utálták egymást. A Wikipédia szerint amúgy a háború kiváltó oka a bizonytalan eredetű, talán a vánok közül való Heidir meggyilkolása volt, akit az ázok háromszor keresztül szúrtak lándzsákkal és elégették, azonban Gülveig minden alkalommal feltámadott. Az a Gülveig az egyelő Heidir, akit mondtam az előbb. Mikor a vánok aranyat követeltek Gülveig esett sérelmeként, az ázok inkább háborút választották. Aha. Köszi a Wikipédia bemásolást, meg infót. Köszi.